De nehéz az iskolatáska. Bár egyelőre még a nyári szünidő utolsó napjait élvezik a diákok, szeptember 1-én azonban becsengetnek az iskolákban. Van, aki már beszerezte a tanszereit, és van, aki az utolsó pillanatokra hagyja a vásárlást. Igyekszünk a szülőkben tudatosítani azt, hogy nem mindig mindent egyszerre kell megvásárolni, főleg a mai időkben, és igyekszünk felkészíteni őket az iskolára. Legfőképpen az alsó tagozatos gyerekekkel foglalkozunk sokat, hiszen ők óvodától kezdve itt vásárolnak, és igyekszünk bennük tudatosítani, hogy nekik van a legtöbb idejük megvásárolni a felszereléseket, és ne egyszerre tegyék ezt meg. Mert mi olyan bolt vagyunk, ahol januártól januárig mindig minden van. És megkapják ezt már májusban is, nem kell augusztusban a legvégén itt tolongani. Mintás, színes, figurás iskolatáskák, azonban nem csak a küllemre kell hagyatkozni a táskavásárláskor. Az iskolatáskák kereslete augusztusban már lefut. Általában májustól keresik őket, pont tudatosan azért, hogy ne egyszerre kelljen az iskolatáskát és a felszereléseket megvásárolni. Úgyhogy igazából július közepére ez már nálunk leszokott futni. És majd a középiskolások fognak még hátizsákokat szeptember elején vásárolni, mert akkor szemlézik, hogy elszakadt, már kicsi, már nagyobb kell, úgyhogy ők még majd még hátra vannak, de igazából a kicsiknek az iskola szezonja, a táska szezonja az már lefutott. Most már inkább a hosszúkásabbak és a gerinckímélő táskák a fontosak. Azért elég vékony és kicsi gyerekek vannak mostanában, úgyhogy azok a nagy táskák már egyáltalán nem passzolnak hozzájuk, úgyhogy ezek a hosszabb fajta és tényleg ergonomikus táskák azok, amik a kicsiknek jók. Mi javasoljuk általában, hogy 4 évig azt használják, és utána még a felsőben vannak ergonomikus hátizsákok is, amik szintén ilyen hátképzettek, és inkább azt ajánljuk, mint a sima egyszerű táskákat, hátizsákokat a nagyoknak is. Mi egy különleges bolt vagyunk, és különleges eladók. Mi nagyon szeretjük azokat az általános mintákat, amik nem mennek ki a divatból. Hogyha körülnézel, akkor nagyon kevés olyan táskánk van, ami a legújabb trend, mert az általában csak 1 évig szokott trend lenni. Úgyhogy mi igyekszünk olyan táskákat tartani, amik 4 év múlva sem lesznek cikik a gyerekeknek, mert ugye, amikor már kiskamaszkorba érnek, akkor ez egy idő után ciki. Ez olyan 2-3 éve figyelhető meg, hogy sokkal több a fiú és kevesebb a lány. Azelőtt mindig olyan kiegyenlített volt, hiszen azért egy 16 év alatt az ember ezt már így kitapasztalja, hogy egyik évben a fiúk vannak többen, másik évben a lányok. Mostanában ez eltolódott nagyon a fiúk felé, úgyhogy sokkal több a fiú és kevesebb a lány.